Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Bár én a vagdalcót személy szerint nem szeretem, a Stefánia vagdaltat mégis így hívják, ami egyébként nem más, mint egy formában sütött fasírt, főtojással a közepén. Szerintem a legklasszikusabb körete mindenképpen a babfőzelék, úgyhogy ha érdekli Önöket, hogy hogyan készítem, tartsanak velem. Ahogy ezt már szerintem mindannyian tudják, a babot főzés előtti este érdemes beáztatni. Ennek az a jelentősége, hogy egyrészt, illetve a legfontosabb jelentőség az, hogy teljesen jól meg tud puhulni a héja, és főzés közben nem fog lerepedezni, nem fog kirepedezni, és a babszemek a főzelékben egészben maradnak. Ez az egyik, a másik pedig természetesen az, hogy sokkal hamarabb megfő. Úgyhogy ezt hideg vízben már én előző nap beáztattam. Nagyon jó barátja a babnak, és általában a hüvelyeseknek, tehát és az ilyen téli főzelékeknek egyaránt a babérlevél, úgyhogy ebből nyugodtan bőven tegyenek hozzá, és ha mondjuk nem babfőzeléket főznék ehhez a Stefániához, akkor krumpli főzelék lenne a másik nagy kedvencem, és szerintem azt sem lehet elképzelni babérlevél nélkül. Szóval alaprében benne a bab, amit beáztattam előre, jöhet hozzá egy egész hagyma, csak így négy cikkbevágó, ez meg fog puhulni, és majd amikor sűrítem, azaz széttúrmixolom a babot, akkor a hagymából is fog hozzá kerülni. Ezzel nagyon sok teendőnk nincs, közepes hőmérsékleten főzzük, én még ilyenkor nem sózom meg, ez azért nagyon fontos, mert ha megsózzuk, akkor a babnak megkeményedik a héja, és sokkal nehezebben puhul, és még ki is repedezik. Amíg ez itt fő, addig állítsuk össze a fasírtot. Ha nem teszünk bele elég zsömlét, akkor az egész túl kemény lesz, alig lehet szeretelni, és nem is lesz jó az állaga. Úgyhogy azt javaslom, hogy ehhez a mennyiséghez mondjuk két zsömlét legalább használjanak. Azon ne lepődjenek meg, hogy most dobozos tejet használok. Ennek annyi az oka, ugye sokan ellenzik, mert az a problémájuk vele, hogy nem környezetbarát a csomagolása, meg erdőket tiltanak ki, stb. De nyugodjanak meg, hogy ez az modern dobozok, amiken az FSC jelölés szerepel, ezek elnőzött forrásból származó papírból készülnek, és ráadásul mi újra is hasznosítják őket. Érdemes úgy beáztatni a zsömléket, hogy csak annyi tejet öntsünk rá, amennyi pont ahhoz kell, hogy elázzanak. Ha egy kicsit véletlenül sok lett, akkor viszont facsarjuk ki majd felhasználás előtt. És hogyha már elkerültük az erdőknek a fölösleges kivágását, akkor jöhet egy serpenyő a tűzhelyre, amiben magamhoz mérten kevés kacsazsírt teszek. Ez csak azért kell, mert meg szeretném dinszelni egy kicsit a hagymát. Tojás mennyisége az megint csak kicsit olyan dolog, mindig a töltött káposztát hozom példaként, de tényleg, hogy van, aki sokat tesz bele, van, aki keveset. Szerintem egy tojás az elég, viszont azt vegyük figyelembe, hogy akkor így forró nem lehet majd szeletelni, hiszen kell várni, amíg hűl ahhoz, hogy szépen lehessen vágni. Szerintem a frissen vágott zöld petrezselyem, mint ahogy általában a zöld fűszerek, főleg télen, az nem maradhat ki, úgyhogy nem is egy, hanem két csokor friss zöld petrezselyemet mindenképpen beleapítok. Szépen összeálltam azt, nézzék meg, körülbelül ez az ideális állag. Volt itt nekem egy kis zsemlemorzsa, hogyha azt látják, hogy túlságosan lágy, mert mondjuk a zsömlét nem csavarták ki, hogy egy kevés zsemlemorzsát nyugodtan lehet hozzáadni. No, benne van az első réteg hús, így né. Úgyhogy jöhetnek a főtojások, amikkel annyi a helyzet, és tipikus probléma szerintem Magyarországon, hogy túlfőzik a tojást. Figyeljenek arra, hogy egy ilyen 6 perc az bőven elég neki. Ezek annyira frissek voltak, hogy sajnos nehéz volt őket meghámozni, ettől ne ijedjenek meg, ez a végén egyáltalán nem fog majd látszani. Fasírt készen, a mellett is a sütőbe, és a babfőzelék pedig puhul. Úgyhogy most hamarosan érkezik egy vendég, Posztó Zsuzsa, akivel a modern csomagolások előnyeiről fogunk beszélgetni. Meg is érkezett mai vendégünk Zsuzsa, gyere légy szíves. Jó reggelt! Pataki Péter, szia! Posztó Zsuzsa!
Szóval, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy ha ilyen papírdobozos terméket vásárolnak, azzal rengeteg erdőt vágnak ki azért, hogy a papír megszülessen, de ezt tudjuk, hogy nem így van. Hát az, hogy fa alapanyag kell a papírhoz, az azért nyilvánvaló. Igen. És hogyha belegondolunk, hogy igen, hogy globálisan mennyi faanyagot használunk el, azért az egy elég nagy mennyiség, viszont a fának van egy nagyon nagy előnye, az, hogy megújuló erőforrás. Tehát, hogy újraültetik. Így van. Aha. Tehát, hogyha ezzel felelősen gazdálkodunk, és mindig újraültetjük a kivágott fákat, akkor igazából soha nem fogyunk ki belőle, és ez egy nagyon nagy előnye a megújuló erőforrásoknak. Tehát ez a három kis betű, ami rajta van ezeken a dobozokon, ez az FSC tulajdonképpen, ez a Forest Stewardship Council. Igen. Ugye ez gyakorlatilag egy olyan szervezet, aki azt felügyeli, hogy elnőtt forrásból származzon a fa, és azt ugye újra telepítsék, amikor a dobozok készülnek. Igen, igen, ez egy globális non-profit szervezet, és igazából a felelős erdőgazdálkodást ösztönzik világszerte. Tehát ők azok, akik előírják azokat a szabályokat, kritériumokat, amiknek egy erdészetnek meg kell felelnie ahhoz, hogy felelősen művelt erdőnek legyenek nyilvánítva. És akkor nyilván ezek a dobozok nagy előnye, hogy visszazárható, sokuk, nem mindegyik, akkor frissen tartja a benne lévő dolgokat, ez lehet akár egy gyümölcslé, vagy lehet akár bármilyen tej, igen, vagy tejtermék. Zsuzsa, én egy átlagos vásárló vagyok, bóklászok a boltban, és nem tudom, hogy tudnám elkerülni azt, hogy minden erdőket vágjanak ki miattam, mit kell néznem, meg tudnád közben, ugye babfőzelék fő, úgyhogy itt a konyhában zajlanak az események, szóval mit kell néznem nekem? Egy átlagemberként egy dobozon. Igazából nagyon egyszerű, átlagemberként a dobozon ezt a kis fás logót kell keresni. Aha, ide van írva, FSC. Hogy FSC, tehát ez jelenti azt, hogy ez a szervezet, a Felelős Erdőgazdálkodás Tanácsa elfogadta ennek a terméknek az alapanyagát, tehát ez egy felelősen művelt erdőből származik, illetve az is nagyon fontos, hogy ez az alapanyag visszakövethető a teljes értékláncon keresztül. Tehát visszamenőleg tudják, hogy honnan van a fa, és hogy oda ültetnek-e majd, mikor kivágták másikat. Igen, igen, tehát hogy igen, ennek az alapanyagnak az útját végig kell tudni követni egészen az erdőig, hogy tényleg biztosak lehessünk abban, hogy ez egy felelősen művelt erdő. Igen, az erdőgazdaságnak az lenne pont a lényege, hogy mikor megnőtt kivágják, akkor mint egy káposzta föld nő. A káposzta, betakarítom, aztán ültetem újra. Az erdőt is így kellene, csak sajnos még a világban nagyon sok helyen ez nem így, igen, működik. Szóval az FSC-t keresünk, így és akkor meggyőződhetünk arról, hogy miattunk egyetlen egy kis bokrot sem vágtak ki. Kivágták, de aztán újra ültették. Illetve igen, kivágták, de újra ültették, így van. Azért a környezettudatos cselekmény sorozat nem ér ott véget, hogy FSC-s dobozokat veszünk. Nyilvánvalóan célszerű őket újra hasznosítani, szelektíven gyűjteni, gondolom én. Igen, ez egyébként kevésbé tudott, hogy az italos kartondobozok 100%-ban újra hasznosíthatók. Tehát, hogyha megvesszük a terméket, kiürül a dobozunk, akkor ezek a tetrapak dobozok is 100%-ban újra hasznosíthatók. De csak szelektíven kell gyűjteni. Papírból nyilván nem lesz már teljes doboz, de tehát mondjuk élelmiszert már nem lehet vele újra csomagolni vagy tölteni, viszont lehet belőle tojástartó doboz, papírzacskó. Szóval akkor nem ért itt még véget a kör. Nem. Kivágják az erdőt, azt újra telepítik, abból lesz egy teljes doboz, a teljes dobozt kidobjuk, kiöblítjük, hogyha ügyesek vagyunk, sőt lecsavarjuk a kupakját, hogy össze lehessen könnyen préselni, azt igen, kivárogatják, szétszedik alkotó részére, újrahasznosítják, és lesz belőle valami. Igen. A lényeg, hogy nem a szemét halmaz gyűlik a földön, hanem újabb termékeket állítanak elő belőle. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma velünk, Zsuzsa, további szép napot! Köszönöm én is! Ahogy ígértem önöknek, a babfőzelék nem lesz lisztel sűrítve, kizárólag önnön magával, úgyhogy ide is készítettem ezt a turmixgépet, és egy keveset, jó sok lével át is fogok bereszedni. Lé az kell rá bőven, hogy segítsünk annyira a gépnek, és hogyha mondjuk szépen beszívta a bab, mint ahogy itt is látható, akkor nyugodtan inkább még egy kevés alaplevet öntsünk rá, így, és aztán ezt pedig vissza fogom beleönteni, és meglátjuk, hogy mennyire sűrű. Ha nem elég jó, akkor még egy keveset legfeljebb leturmixolunk. Olaj szerintem kifejezetten jól áll a babnak, úgyhogy én abból tettem bele egy keveset, és ugye látták, hogy nincsen benne még só, úgyhogy jöhet két jó nagy csipet só, kerül bele cukor, ez nagyon fontos, ne bagatelizálják el a dolgot, és fehérbor ecet. Ezzel a főzelékünk el is készült, úgyhogy hozom a fasírtot. És ahogy terveztem, a morzsa gyönyörű és aranyszínű lett a tetején. Hát ilyenkor várnunk kell még egy kicsit, és sajnos ezt ennyire tűzforró, nem tudom, nézzék meg, hogy mennyire lágy. Ennyire tűzforró, nem tudom felszeretelni. Majdnem ezt hoztam, mert ez annyira menzás lett volna, hogy ebbe táráljam a babfőzeléket, de nem, ugyanis
Szerintem ez nem egy menzás babfőzelék, hanem egy kiváló őszi, téli kiadós főzelék. Kevés tejfölt tálláskor azért illik a tetejére tenni, legalábbis én imádom. Fasírtot pedig ilyen újnyi, mondjuk hüvelykújnyi szeretekre vagdossuk föl, és azt mondanom sem kell, hogy ha a fasírt kihűlt, akkor tökéletes hidegen és valami salátával, vagy hideg tárészeként. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Az ízlesaját.hu megtalálják a recepteket, készítsék el önök is otthon. Jó étvágyat kívánok hozzá, viszontlátásra!